Köszöntök mindenkit, aki itt van és akinek fontosak az erdők. Köszöntöm a gyermekeket, akik biztos, hogy érdeklődnek az Alföld eme csodás világa iránt, hiszen itt a Nagykunságban, az Alföld közepén sok szempontból rendhagyó az, amikor egy lombkorona tanösvény, egy lombkorona sétány átadására kerítünk sort. Hiszen az Alföld így van elkönyvelve, döntően egy fátlan terület, az Alföld erdei azok telepített erdők, amelyek nem annyira látványosak, de azért mindig vannak kivételek. És a lombkorona tanösvény hozzásegít bennünket ahhoz, hogy megismerjük az erdők világát évszakoktól függetlenül, és olyan magasságba tudjunk szemlélődni, olyan magasságba ismerjük meg a madárvilágot, a fákat, ezt a csodálatos környezetet, ahova egyébként az átlag erdőbe kiránduló, az erdész, a vadász, az osztálykiránduláson lévő, vagy biológia órán lévő sem jut fel, hiszen mi általában a talaj szintjén szoktunk mozogni. Tehát ez az új találmány, amely számomra mindig rokonszenves volt, a lombkorona sétány egy más világot tár föl, de ez mégiscsak a mi világunk, a miénk, akik itt az Alföldön élünk. És itt a kunsági karcagi ember megbecsüli az erdőt, hiszen néhány száz hektár van csak a város határában, sőt, hogyha visszaforgatjuk a történelem kerekét, akkor látható az, hogy mondjuk 100-150 évvel ezelőtt egyáltalán nem volt erdő. A végváraépítkezések, a tüzelőhiány, az erdőtüzek, azok elpusztították az alföldi erdőket. Tehát amit látunk, az az embernek a keze munkája. Sőt, hogyha jobban megnézzük, akkor a terület is, amelyen állunk, hiszen ez egy téglavető gördöknek a világa volt 100-200 évvel ezelőtt. Itt égették például azokat a téglákat, amelyből a nagy templom, a református nagy templom, a városháza, sőt a félváros megépült. Aztán felhagyták a területet, az visszanyerte a természet közeli állapotát, erdőt telepítettek rá, és én, aki gyermekkorom óta itt közlekedem a mellettünk látható úton, hogyha a kertbe akarom eltölteni a szabadidőmet, a mi családunk ezt az útvonalat használja már régóta. Mi tapasztaltuk azt, hogy amikor megerősödött az erdő, akkor mindig le akarták termelni. Először a 70-es években, utána a 80-as években, és később is felvetődött az, hogy itt a normál erdőgazdálkodás szabályai szerint egy tarvágás és utána új erdőültetése fog következni. Én örülök annak, hogy a Nagykunsági Erdő és Fafeldolgozó Részvénytársaságnál, illetve jogelődjénél mindig voltak olyan vezetők, akik megkímélték az erdőt, hogyha kellett is a száraz fákat ritkítani, megmaradt ebben a formájában, és ennek köszönhető, hogy az emberi beavatkozás egy pozitív fordulatot, egy jótékony fordulatot vett, és most egy természetközeli erdőben lehetünk. Az elmúlt években a részvénytársaság támogatásával sikerült megvalósítani erdei futópályát, tornapályát, pihenőhelyeket, és hogy a karcagiak mennyire szeretik ezt az erdőt, jól mutatja, hogy itt folyamatos a forgalom. Itt, amikor napvilág van, hajnalban épp úgy, mint alkonyatkor, áll néhány kocsi, néhány bicikli, sokan gyalog érkeznek, kifutnak ide, és használják ezt a területet, ami a szabadidő hasznos eltöltésének is része, de annak is, hogy tudjunk sportolni erdei körülmények között. És a régi téglaégetéshez használt bányagödök pedig egy kellemes lankás tájat adnak itt, ami külön érdekesség az egyébként asztallap simaságú nagykunságban. Ezen előzmények után jött át az az ötlet, hogy ha van egy ilyen jó erdő, egy valódi erdő, amit 30-40 kilométeres körömből párját nem lehet találni, akkor ide egy ilyen lombkorona ösvény is kerülhet, egy olyan tanösvény, amely a legmodernebb megoldásokkal mutatja be az erdők csodálatos világát, figyelmeztet arra, hogy óvjuk meg ezt a világot, kíméljük a környezetet, a vadak élőhelyét, hiszen itt fácánok, őzek is élnek, a madarakról nem is beszélve, és úgy hasznosítsuk ezt a területet, hogy mégis óvjuk, vigyázzunk rá. Turisztikai régióban van Karcag, a lakosság számára egy kedvelt kikapcsolódási hely, egy újabb attraktív elem tehát. Gazdagodik általában a város és a Nagykunság egésze. Én szeretném megköszönni minden közreműködőnek a segítséget, a részvénytársaságnak, a kivitelezőknek, akik a tervezésben dolgoztak, és eklatás példája, jól látható példája ez annak a kormányzati politikának, amit 2010-ben úgy fogalmaztunk meg, hogy Magyarország erdeit átjárhatóvá kell tenni, be kell mutatnunk az értékeinket úgy, hogy arra vigyázzunk is. És ehhez turistaútvonalak kellenek, erdei futópályák, panorámaösvények, kiegészítő létesítmények, fogadóközpontok, erdei szálláshelyek is. Nyilván ott, ahol erre lehetőség van, és jól láthatóan el kell határolnunk a védett területeket, az erdőgazdálkodási és azokat a jóléti erdőket is, amelyek a karcegihoz hasonlóak, akár sokkal nagyobb kiterjedésűek.
Én bízom benne, hogy lesznek érdeklődők, akiknek tetszik majd a lombkorona sétány, és kedvet kapnak ahhoz, hogy a más tájakon, a felvidéken, a Dunántúlon, illetve az Alföldön található további létesítményeinket is igénybe vegyék, látogassák azokat a tanösvényeket, turista útvonalakat, amelyek színesebbé, változatosabbá teszik az életünket. Egyúttal azt is elősegítve, hogy a szabadidőnket, a szabadságot idehaza magyar földön töltsük el. Én bízom abban, hogy ez a újabb látnivaló Karcagon is egy kedvelt célpontja lesz a város lakosainak és az ideérkező turistáknak. Ezen gondolatok jegyében kívánok sok látogatót, sok erdőt szerető embert, aki meg is becsüli mindazt, amit ma átadunk. Köszönöm szépen!